Önök a Líceum televízió adását látják. Sok szeretettel köszöntöm a Líceum televízió nézőit. Önök az Eszterházy körképet csatornánk heti magazin műsorát látják. Odakint már tiszta erőből tombol a nyár, már csak egy hajszál választ el minket a várva várt vakációtól. Így a tanév végén úgy gondoltuk, hogy értékelésre hívjuk a főiskola 6. karaként apostrofált gyakorló iskola vezetőit ide a stúdióba. Az igazgató úrral és az igazgató helyettesekkel sorra vesszük a 2014-15-ös tanév legfontosabb eseményeit és legjobb eredményeit. Ha tehetik, a mai nap is tartsanak velünk. Az Eszterházy Károly Gyakorló Iskola Eger egyik legnagyobb oktatási intézménye. Az általános és középfokú oktatáson túl szakképzéssel is foglalkoznak, és immáron egy teljes tanéve pedagógiai intézet is működik az intézményben. Ahhoz, hogy ezt a széleskörű munkát minél inkább be tudjuk mutatni, a különböző területekért felelős vezetőket hívtam ma meg ide a stúdióba. Elsőként köszönteném Sándor József igazgató urat és Vizes Lajos igazgató helyettes urat. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Tavaly augusztusban, ugye mint minden évben, egy alakuló tantestületi értekezleten határozzák meg az adott tanévnek a fő prioritásait, és mint minden évben ezen a rendezvényen is vendégünk volt dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora. Nagyon-nagyon emlékszem akkor a szavaira, hogy úgy jellemezte a gyakorló iskolát, mint az egyik legszínvonalasabb és a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó intézménye a főiskolának. Az elmúlt 9-10 hónap távlatából hogyan értékelni ön, mint intézményvezető ezt a teljesítményt? Én úgy hiszem, hogyha rektor úr szavai mellett maradunk, akkor ebben az évben is hozta a megszokott teljesítményt a gyakorlóiskola, hiszen legfontosabb területeinken, az oktatás, nevelés terén nagyon szép eredményeket értünk el, és gyakorlóiskolai mi voltunkhoz kapcsolódóan a szélesebb szerepvállalás, a pedagógiai közvéleményben, életben való szereplésünk is maradandót alkotott, úgy hiszem. Annál is inkább, mert több szempontból is különleges tanév volt ez az idei, ahogy mondta, a széleskörű szerepvállalás, országos tekintetben is több olyan rendezvény van, ami a mi kezdeményezésünkre indult, vagy pedig csatlakoztunk hozzá, esetleg folytattuk a már meglévő országos kezdeményezéseket. Talán próbáljuk ezt nagyjából számba sorra venni, hogyha nem is kronológiai sorrendben, azt őre bízom, hogy hogyan rangsorolja ezeket? Hát rangsorolni nem rangsorolom, mert mindegyik a szívemhez közel álló volt. Inkább területenként veszem számba őket. A művészeti oktatáshoz kapcsolódóan két jelentős országos kitekintésű rendezvényünk volt. Az egyik kora ősszel a gyakorlóiskolák első táncművészeti találkozója, melyhez kapcsolódóan hangulatos flashmobokra is sor került, tehát a város lakói is értesültek arról, hogy a Gárdonyi Géza Színházban lévő nagy táncművészeti találkozó mellett egy másik kezdeményezésnek is otthont ad az Eszterházy Károly Főiskola. A másik ilyen művészeti rendezvényünk a tavaszhoz kapcsolódik, már második alkalommal rendeztük meg a gyakorlóiskolai kórus találkozót, amelyen a gyakorlóiskolai kórusok mellett, amelyek 13-an jöttek el az ország különböző iskoláiból, városunk és város környékének iskolái is részt vettek, és így egy közel 1000 fővel a Dobótéren, a Bazilika előtt és a Leányk utca és sportcsarnokban úgy érzem, hogy mind a hallgatóság, mind a résztvevők számára emlékezetes programot tudtunk megvalósítani. A szakmai szerepvállaláshoz kapcsolódik a pedagógus képzés megújítása az észak-magyarországi régióban támopos programhoz kapcsolódó, a Szegedi Egyetem Juhász Gyula pedagógus képző karával és a gyakorlóiskolák szövetségével együttműködve megrendezett Párbeszédek című konferenciánk, amelynek egy tematikus napja a
jó gyakorlatokról szólt, mégpedig a szövegértés és a projektmunka terén. Osztották meg az ország különböző gyakorlóiskoláiban, illetve szaktanszékeken szakmódszertanosként dolgozó kollégáink a jó gyakorlataikat, amelyek pezsgést új szint hozhatnak a pedagógus képzés mindennapi gyakorlatába. Ezen kívül a főiskola, illetve iskolánk rendezhette meg a gyakorlóiskolai igazgatók országos konferenciáját, melynek aktualitást is adott, hogy akkortájt jelentette be a minisztérium a gyakorlóiskolákkal kapcsolatos elképzeléseit, illetve a pedagógus előmeneteli rendszer, életpályamodell bevezetéséből a gyakorlóiskolákra háruló feladatokat tudtuk áttekinteni. Nevelési szempontból egyik kiemelkedő rendezvényünk volt az ökoiskolai nyílt nap, amelyet a Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel karöltve, civil szervezeteket bevonva tartottunk a Föld napjának, szabad így fogalmazni, előestéjén, ahol a környezeti nevelés terén elért eredményeinket, jó gyakorlatainkat oszthattuk meg az érdeklődőkkel, és mindazon iskolákkal, akik a jövőben szeretnének az ökoiskolai címért indulni, hiszen iskolánk az elmúlt év decemberében, harmadik alkalommal már az örökös ökoiskola címet vehette át. Ez a tényleg sokféle, sokágú, sokszínű munka lecsapódott egy május 15-i nagyon emlékezetes délutánban is, amikor is azt ünnepelték a gyakorlóiskolában, hogy 10 éve annak, hogy az úgynevezett 2-es és 4-es iskolákat egyesítette a 10 évvel ezelőtti vezetés. Enről a 10 évről, arról az ívről, amit ez idő alatt leírt az iskola, lehet-e beszámolni pár mondatban? Igen, tehát sok kétkedés volt annak idején, hogy miért kell a külön-külön is jól működő gyakorlóiskolákat egyesíteni, és ahogyan ott is a volt rektorunk, Hauser rektor úr, illetve Liptai rektor úr is fogalmazott, biztosak voltak, illetve a mindennapi élet is bizonyítja azt, hogy az akkori 1-1-nek az eredményeként nem 2, hanem 3 és több jött létre, olyan szempontból, hogy az iskolák erősségei tovább fejlődhettek, de számtalan új lehetőség jelent meg. Éppen ugye előbb említettem a művészetoktatáshoz kapcsolódó kiemelkedő rendezvényeket, eredményeket, amely egyik hozadéka a két iskola együttműködésének, de azok a szakmai fejlesztések, amelyek az eredményes és megnyert uniós forrásokkal megvalósulhattak a gyakorlóiskolában, úgy hiszem, hogy külön-külön kisebb mértékben jöttek volna csak létre, gazdagodtak volna az iskolák. Én úgy hiszem, és amire a legbüszkébb vagyok, ez a jó Eszterházis csapat, ahol a kollégák, a hallgatók, a diákok, a szülők együtt tudnak dolgozni közös célok érdekében, azért, hogy az oktató-nevelő munkánk mind hatékonyabb legyen. És ennek a jó Eszterházi csapatnak jelentős része a gimnazista, a középiskolai rész, hiszen közel 500 fő tanul az Eszterházi Károly gyakorló gimnáziumban. Vizes Lajos a gyakorló gimnáziumért felelős vezetőként arra lennék kíváncsi, hogy ön mire a legbüszkébb az elmúlt tanévből. Hát talán azzal kezdeném, hogy egy nagyon sikeres beiskolázási időszakon vagyunk túl. Kijelenthető, hogy a következő tanévben sem lesznek ilyen jellegű gondjaink, hiszen keresett az iskola, nagyon népszerű az iskola, hiszen a gimnazisták megtalálják a számításaikat. Annyira színes képzési palettát tudunk biztosítani, hogy szívesen jönnek hozzánk a gyerekek. Gimnáziumi képzésben, 4 évfolyamos képzésben 2 osztályt fogunk elindítani, míg a 6 évfolyamos kis gimnazistáink pedig szépen haladnak fölfelé, nagyon sok szép sikerrel.
de az általános iskolában sem lesz probléma, hiszen ezt mutatja az a népszerű program, amit mi hívogat az Eszterházinak nevezünk, és oda is rengeteg szülő eljön a kisgyermekkel, érdeklődnek arról, hogy mi várható a következő tanévben, és hát mi most is jelentkeztünk egy újszerű kezdeményezéssel, hiszen a kicsiknél országosan összesen 8 iskola lépett be eddig abba a programba, amit mi is szeretnénk megvalósítani, ez pedig a Storyline módszer. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen valamilyen eseményre felfűzve történik az ismeretátadás. A tanárnak, a tanítónak csak koordináló, irányító, segítő szerepe van, és a gyerekek kreativitására van bízva nagyon sok minden. Ezáltal fejlődhet a tanulóknak az együttműködési készsége, kooperativitása. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés, egy olyan munkaforma, olyan módszer lesz, ami a szülők és a gyerekek számára is szimpatikus lesz, és majd választani fogják a gyakorlóiskola általános iskolai képzését is. A gimnáziumra... Ezt mely évfolyam próbálja ki? Elvileg az első évfolyamon már gondolkodunk ebben, de az eddigi tapasztalatok szerint talán inkább a magasabb évfolyamokon fogjuk majd ezt bevezetni. Tulajdonképpen ilyen projekt, oktatás lesz ennek a lényege, de azt hiszem, hogy a harmadik évfolyamon bizonyára ez már jellemző lesz, hogy ilyen oktatási formákkal és módszerekkel is találkoznak majd a kisdiákok. Visszatérve a gimnáziumra, ott pedig vannak tradicionálisan színvonalas képzéseink, ilyen a művészeti képzés, tehát az énekzene, rajz és vizuális kultúra tagozatunk, színvonalas képzés biztosítanak az idegen nyelvi képzéseink, illetve az informatika tagozatos képzés, és újszerű törekvésünk a természettudományos tantárgyak megerősítése, egy fizika tagozat meghonosításával is próbálkozunk, bízunk benne, hogy sikeres lesz, és hát hosszabb távon gondolkodva pedig, már a háttérmunka elkezdődött, az előkészítő munka, esetlegesen gondolkodunk egy sporttagozatos gimnáziumi osztály későbbi elindításával is. Ugye említette a jó színvonalat, ennek ugye a leginkább, a legnagyobb fokmérője az a rengeteg sok-sok szép eredmény, ami az év folyamán begyűrűzött mind az általános iskolai, mind a középiskolai eredmény listába mondhatni. Van jó pár olyan szép országos, megyei, területi eredmény, ami úgy gondolom, hogy ez ebben a mai értékelő műsorba belefér, hogy mondjuk el, hogy hol jeleskedtek leginkább tanulóink. Igen, így van. Valóban a hívószavaink mindig szoktuk emlegetni, a siker, az innováció és a közösség. Azt hiszem, hogy a közösség egészen kitűnőnek mondható az iskolában. Az innovatív kezdeményezésekről már sokat volt szó, most is említettem egy ilyet, és hát az, hogy eredményesek, sikeresek legyenek diákjaink, ezt is nagyon fontosnak, lényegesnek tartjuk. Az általános iskolásaink közül például kiemelem a Bot Péter, illetve a Majoros Márta könyvtárhasználati versenyt, amelynek országos döntőjébe több kisdiákunk is bejutott. Közülük Marus Petra, 5. D-osztályos tanuló pedig kitűnő szerepléssel első helyet szerzett. A kisgimnazistáink elsősorban idegen nyelvi, angol nyelvi versenyeken, szövegértési versenyeken remekeltek, de például a legújabb komoly siker az egy országos történelmi verseny, amely a napokban ért véget. Ezt a Kisnálnai iskola hirdette meg, nagyon sok csapat, ha jól emlékszem, több mint 40 csapat indult ezen a versenyen, és végül a kisgimnazistáink alkotta csapat az országos döntőben a második helyen végzett. Ez egy kalandozó, ez volt az elnevezése a versenynek, történelmi verseny volt, amely a Hunyadi akkorát dolgozta fel. A 4 évfolyamos gimnáziumi képzésben a művészeti területek hozzák talán a legtöbb sikert. Az OKTV-k országos döntőiben most már évről évre szerepelnek diákjaink rajzvizuális kultúrából, művészettörténetből. És mindezek mellett talán itt is ki lehet emelni, hogy most történelemből nagyon sok szép siker született. Első világháborús történelemverseny, illetve az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete által meghirdetett versenyen is a 11. évfolyamosaink, ez egy országos verseny, és a döntőben a 4. helyet szerezték meg.
És hát mindezek mellett természetesen azért a sportban is ott vannak a diákjaink. Támogatjuk mindenben őket. Az iskolában talán a legnépszerűbb sportág, ami jellemző, a röplabda, a kézilabda, a labdarúgás. A kézislányok egy hajszállal maradtak az idei tanévben az országos döntőről, de egyéniben is nagyon sok szép sikerünk van. Szeretném kiemelni Kaló Esztert a 7. D-ből, aki a Shotokan Karate Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett, tehát Európa-bajnok lett. Aztán például Sebő Klaudiát a 10. B osztályból, aki az atlétikában jeleskedik, duatlon megyei bajnok lett, 3000 méteres síkfutás diákolimpia országos döntőjében, 5. mezei futás országos döntőben 7. helyet ért el. Nagy lehetőségek vannak ebben a fiatal sportolóban, büszkék vagyunk rá. Nagy valószínűséggel a korosztályos válogatottban is számítani fognak majd rá. És persze támogatjuk azokat a diákokat, akik a városi sportklubokban, sportegyesületekben sportolnak, hiszen ott is nagyon sok szép sikert érnek el különböző egyéni sportágakban. Hát ez tényleg szép kis csokorra való eredménylista volt. Még egy-egy mondatban szeretném mindkettejektől megkérdezni, hogy én úgy gondolom, hogy az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola mind pedagógusi, mind tanulói közösségét nagy mértékben jellemzi szociális érzékenység, olyan fajta empátia, amely begyűrűzik, meg megjelenik a különböző iskolai rendezvényeken is, legyen az a gimnazisták által szervezett diáknap. Tehát ott is vannak olyan elemek, amik én úgy gondolom, hogy ezt a fajta érzékenységet mutatják. A nézőknek egy pár gondolatot talán, hogyha mondanánk erről, hogy ez hogyan nyilvánul meg a hétköznapokban is akár. Én azt gondolom, hogy például egy tipikus területe ennek az iskolai közösségi szolgálat, amelyben kötelező jelleggel persze, de iskolánk teljes aktivitással kapcsolódott be. Egy sikeres pályázat is segítette ezt a munkát, és én kezdetben egy picit tartottam is attól, hogy hogyan viszonyulnak majd a diákok ehhez a tevékenységhez, de mondhatnám azt, hogy igen komoly pozitív csalódásban volt részem, hiszen a gyerekek olyan munkát végeztek, amelyre mi is büszkék vagyunk, hiszen olyan területekre jutottak el, olyan területen végeztek ilyen közösségi munkát, amelynek során megtapasztalhatták azokat az ingereket, amelyek egyébként iskolában nem találkozhatnak, segítségre szoruló idősekkel, vagy akár éppen óvodás korosztályúakkal közösen különböző programokon vettek részt, és hát közben persze sikerült, én azt gondolom, a közösséget is komoly mértékben erősíteniük. Igazgató úr? Én is így gondolom, hiszen olyan jó gyakorlatok alakultak ki, amelynek éppen a napokban is folytatása van. A rajzos növendékeink önkéntes munka keretében, de volt, ahol óvodát varázsoltak újjá, és volt, amikor a tarnabodi intézményhez készítettek dekorációkat, és már most második, harmadik éve Tokajban a fogyatékkal élők otthonában dolgoznak, most is együtt az ott élő fiatalokkal, tehát ez a program hozta felszínre valójában, hogy nyitottak és érzékenyek a fiatalok, és ezek beépültek az iskola mindennapjaiban is, hiszen a diákság kezdeményezésére idén második alkalommal volt angyalműhely karácsony előtt az iskolában, és legutoljára június 4-én a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan jótékonysági sportrendezvényt rendez az iskolánk, és nem fejeződik be ez a tevékenység sorozat, hiszen a nyár elején a felhívó plakátunk az iskola honlapján is látható a gyakorló.ektf.hu oldalon, amelyhez várjuk a csatlakozásokat is. Szeretnénk a háború sújtott, a nehéz körülmények között élő kárpátaljai fiatalok közül 60 főt két turnusban vendégül látni a parádi táborunkba, a diákokkal együtt olyan programokat szervezni, amely kizökkenti őket a mindennapok szomorúságából, amely otthon található. Hát nyilvánvalóan sok olyan szép eredmény van még, amit lehetne külön-külön is akár boncolgatni, de ezt majd
az önök után következő kollégák majd még velük megtesszük. Igazgató helyettes úr szerényen elhallgatta azt, hogy ő igencsak vonzódik a kézilabdához, mint sportákhoz, és hát ugye van ennek egy aktualitása, hiszen nem régiben zárult le a 26. tavaszkupa, ahol ismételten sikerült elhozni a kupa győzelmet az eszterházis lányoknak. Ehhez most is gratulálok, és nézzünk meg erről egy rövid bejátszást, hiszen egy friss aktualitásról van szó. Forgott a kamera a meccseken is, és most egy értékelő beszélgetést is megnézhetünk. Tartsanak velünk! A csapat mérte össze tudását a 26. alkalommal megrendezett kézilabda versenyen, a tavaszkupán. A gyakorlóiskola diákjai több sportágban jeleskednek, ezek közül kiemelkedik a női kézilabda. Vizes Lajos edző tanítványai évről évre szép eredményeket érnek el, főleg a gyermekbajnokságban és a diákolimpia küzdelmein. A 6. korcsoportos lányok idén csak egy hajszállal maradtak le a 2015-2016-os tanév országos döntőjéről. A hazai csapat tagjai régóta űzik ezt a sportot, sok szép eredményt elérve. Általános iskolában is több sikert elértünk, országos elődöntőn voltunk, meg most itt az NB1B-be, most lett vége a bajnokságnak, és negyedikek lettünk. A felnőtt csapatban is játszom, ott ötödikek lettünk, a juniorral meg negyedikek. A gyakorlós gárda mellett 5 további meghívott csapat küzdött egymással körmérkőzéses rendszerben az idei tavaszkupa elhódításáért az EKF Leányka úti sportcsarnokában. Korábban kisebb korcsoportú diákok versenyeztek, most a 6. korcsoportosok, tehát a legidősebbek, gimnazista lányok, akik már junior korosztályúak, bár most is vannak fiatalabbak is közöttük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan verseny, egy olyan torna, aminek már nagyon komoly hagyomány van, és azt szeretnénk, hogy ez így tovább folytatódjon is majd a jövőben. Meghívott csapatok vannak, többen rendszeresen visszatérnek, és nagyon szívesen vesznek részt ezen a tornán. Idén 6 csapat szerepel, Budapesttől, Jászberényen át, Ózdig és így tovább, és hát körülbelül a 90-100 diák van, aki most itt sportol ezen a hétvégén. Gyakorló iskola anyagi, pénzügyi forrásai ehhez nem lennének elegendőek, így mindig igyekszünk támogatókat megnyerni. Barátok, szülők és egy-két olyan vállalkozó, aki szívesen támogatja a sportolókat, mindig segít nekünk, de a legfőbb támogatást a Nemzeti Tehetségprogram biztosítja számunkra, így egy kétnapos, mondhatjuk azt, hogy nagyon színvonalas és tartalmas rendezvényt tudunk megvalósítani a sportoló diákok számára. A meghívott csapatok rendszeres visszatérői az EGRI megmérettetésnek. Sok fiatal versenyzőnek a kézilabda nem csak sport, egyfajta életformát is jelent számukra. A jászberényi Farkas Ibolya a gimnázium után is szeretne aktív kapcsolatban maradni csapatával. Végzős tanuló vagyok most éppen, úgyhogy az egyetem előtt állunk. Nagyon szeretjük a kézilabdát, és nagyon szuper kis csapatunk van. Úgyhogy a további céljaink pedig mindenképp, hogy szeretnénk együtt maradni, aztán majd meglátjuk. Az észak-magyarországi régió középiskoláinak sok tehetséges diák sportolója mutathatta meg tudását a tavaszkupán, mely a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósult meg. Az első nap kemény csatái után a jelenlévő szakemberek elemezték és megvitatták a régió utánpótlásának helyzetét. A küzdelmes és színvonalas meccsek során az EGRI, a jászberényi és a budapesti csapatok emelkedtek ki teljesítményükkel. Az edzők egyöntetű véleménye az volt, hogy a sportági fejlődést jól szolgálja ez az évről évre rendszeresen megrendezett kupaviadal. 3 éve folyamatosan veszünk részt meghívásra ezen az eseményen. Örömünkre szolgál eljönni Egerbe, nagy történelmi hagyományokkal rendelkező város. Úgy gondolom, hogy nem csak maga a tavaszkupa, hanem maga a város és a szervezés is kellemes meglepetéssel szolgál minden évbe. Gyakoroljuk a kézilabdát, fejlődni szeretnénk. Úgy gondolom, hogy ez az esemény teljes mértékben szolgálja a kézilabda sportágat és annak szeretőit. Izgalmas, szoros eredményt hozó csatákban dőlt el a helyezések sorsa. Az eszterházis lányok végig kiemelkedően teljesítettek, küzdelmes, kemény csatákban, de végül maguk mögé utasították az egész mezőnyt, és megérdemelten itthon tartották a tavaszkupát.
Kedves nézőink, már is folytatjuk műsorunkat. Két hölgy van már itt a stúdióban, vendégeim Légrádiné Kőházi Tímea és Nagyné Fóris Katalin igazgató helyettesek, akiket szintén azért invitáltam ide az Eszterházi Körkép stúdiójába, hogy egy picit beszélgessünk az Eszterházi Károly Gyakorló Iskola 2014-2015-ös tanévéről. Légrádiné Kőházi Tímea igazgató helyettes asszony a gyakorlati képzésért felelős, ez a terület az övé, mondhatni a gyakorló iskolában. Ugye azt nem kell elmondani, hogy a gyakorló iskola egy állandó szimbiózisban él az Eszterházi Károly Főiskolával, hiszen a mi felelősségünk az, hogy az innen kikerülő hallgatók megfelelő gyakorlati tapasztalatra tegyenek szert, ez így működik már nagyon régóta, és hál' Istennek nagyon jól. Ugyanakkor ebben a tanévben egy új feladat elé állítottak, úgymond a kollégák, hiszen a Comenius kar csatlakozásával a tanítóképzésbe is jelentősen be kellett, hogy kapcsolódjon a gyakorlóiskola is intézményként. Hogyan sikerült ezt a feladatot teljesíteni a kollégáknak? Én azt gondolom, hogy nagyon sikeres és jó évet tudtunk zárni. Így van, elindult az óvó és a tanítóképzés. Az óvóképzésben kevesebb szerepünk jut, hiszen az óvodából iskolába való átmenetet próbáljuk mi segíteni azzal, hogy a hallgatók meglátogatnak egy-egy tanórát, hogy a gyerekek, kis elsősök hogyan tudtak beilleszkedni az iskola világába. És a nagyobb munka maga a tanítóképzés. 8 szakvezető kolléga foglalkozott most a hallgatókkal, és én azt gondolom, hogy mind a hallgatók, mind a kollégák nagyon jól érezték magukat. Szerencsések vagyunk, hiszen elmondhatom a visszajelzésekből és a beszámolókból, hogy a hallgatók roppant lelkesek, nagyon-nagyon sokat dolgoztak, kivették a részüket a munkából. Elsődleges feladat most még az volt, hogy mivel egy pedagógus képző intézménybe kerültek be, akkor legeslegelsőként az iskola világával is ismerkedhessenek. Heti rendszerességgel jártak a nappali tagozatosok és a levelező tagozatosoknak megvolt a napja, amikor a kolléga foglalkozott velük és találkozhattak diákokkal. Megismerhették az iskola világát, magát, az épületet, az alapdokumentumokat, és már órákat is láthattak, illetve a gyerekeket különböző programokra tudták elkísérni. Ugye a mi gyerekeink, a gyakorlóiskola gyerekei azért már jelentősen szocializálódva vannak arra, hogy egy ideig a saját tanítónéniük tanítja őket, majd ezt követően kis tanárokkal is meg kell ismerkedniük. A kicsik hogy vették ezt az akadályt? Azért valamelyest már az alsó tagozatosok is találkoztak kis tanárokkal, de most jelen esetben a legkisebbek hogyan vették azt, hogy új tanárnéni, és azt hiszem, hogy egy tanárbácsi, tanítóbácsi jelölt is foglalkozott velük. Azt gondolom, hogy nagyon jó sikerült a találkozás, izgatottan várták a gyerekek is őket, és mivel a hallgatók, a szakvezetők és a tanszéki kollégáknak a előkészítő munkájának köszönhetően nagyon-nagyon színes programokat, foglalkozásokat állítottak össze, így a gyerekeknek egy olyan színes, szinte mesevilág keveredett ki ebből az egész gyakorlatból, hogy én azt hiszem, hogy maximálisan csak profitálhattunk belőle, hiszen színesebbé, érdekesebbé tette a gyerekek mindennapjait. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, a gyerekek részéről is örömmel fogadták a hallgatókat. Ez volt az egyik változás, ami a gyakorlati képzést jelentette, a másik pedig az osztatlan tanári képzés bevezetésével is újabb feladatok hárultak, úgymond a szakvezetőkre a gyakorlóiskolában. Ez miben nyilvánult meg? Ez az új képzés, amit a gyakorló iskolában gyakorlatként a hallgatók, az osztatlan tanárképzésben járó hallgatók kell, hogy csináljanak, ez a közösségi. Közösségi gyakorlat. Ennél a közösségi gyakorlatnál, mint ahogy a neve is mutatja, a közösségi formálás az elsődleges feladat. A hallgatók itt a tanórán kívüli foglalkozásokon vettek részt elsődlegesen, programokat szerveztek, Mikulás délutánon, osztálybulikon vették ki a részüket a munkából. Itt is nagyon lelkes és nagyon segítőkész csapat kovácsolódott össze a szakvezetők irányításával. Itt az előzetes egyeztetések után 5. évfolyamot választottuk, hiszen pontosan ez az, amikor alsó tagozatból a felső tagozatba lépve a gyerekek egy újabb osztályközösséget kell, hogy formáljanak, és ebben nagyon nagy segítségünkre voltak a hallgatók, rengeteg programot szerveztek, és sok érdekes dologgal készültek. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy ez a fajta rendszer a továbbiakban is stabilan működik, és a hallgatók azóta is, és a következő tanévben is várhatóan szép létszámmal képviseltetik majd magukat a gyakorlóiskola tantermeiben.
Igen. Hát ez legyen így. Nagyné Fóris Katalin igazgatóhelyettes asszony leginkább a Bartók téri épület eredményeiről tud beszámolni. Az előzőekben Vizes Lajos igazgatóhelyettes úr megtette már ezt a Barkóczi utca tekintetében. Számos-számos tanulmányi versenyen vettek részt a tanulóink. Nagyon-nagyon szép eredményeket szerezve az idei tanévben is. Melyek azok, amelyeket leginkább kiemelne ezek közül? Így igaz, valóban csodálatosan teljesítettek a gyerekek. Rendkívül motiváltak, nagyon éhesek a tudásra, és meg is kapják a segítséget hozzá a tanáraiktól is, és a szüleiktől is, hiszen ezek a szép eredmények ennek az együttműködésnek a tudhatók be. Ha bármelyik rész kiesik, akkor ezek az eredmények inkább hiányoznak. Nagyon-nagyon jó eredményeket értek el. Készültem egy kis statisztikával. Azt gondolom, hogy dicséretes az, ahogyan a gyerekek viszonyultak a versenyekhez, a bármilyen tudáspróbákhoz. Miután a Bartók téri épületben egy évfolyamon 3 osztály van, és 8 évfolyamunk van, ez ugye 24 osztály, a diákok létszáma pedig nem sokkal több, mint 600, így látható, hogy körülbelül egy 25 fős osztály átlag van. Mindezt csak azért mondtam el, mert majd látni fogjuk a versenyeredményekből, hogy szinte minden évfolyamon egy-egy osztálynyi gyerek ért el valamilyen csodálatos eredményt. Először az országos helyezéseket mondanám, az országos tanulmányi versenyeken sikerült ebben a tanévben is egy első helyet, két darab harmadik helyet, két darab negyedik helyet, 3 darab hetedik helyezést elérni, 2 darab nyolcadik helyezést, és a 10 és a 20 közötti helyezések száma is 4 darab. Ha ezt összeadjuk, akkor ez 11 néhány helyezés, úgyhogy csak ennyit az országos versenyeken sikerült elérni. De vannak regionális és területi versenyek is, itt is nagyon-nagyon sok helyezésünk van, összesen 23. A megyei versenyeken, az alsó tagozaton csak az első helyezettek száma 8. A második helyezetteké 4, a harmadik helyezetteké 5, illetve a negyedik, ötödik helyezést 6-an is szereztek a különböző versenyeken, úgyhogy innen látható, hogy milyen nagyon-nagyon szívesen tanulnak ezek a gyerekek, és mutatják meg a tudásukat. A felső tagozaton is csodaszép eredmények vannak, 9 darab megyei első helyezésünk van, 2 darab hatodik helyezés, 6 darab második helyezés, bocsánat, 3 darab harmadik helyezés, nem ugyanaz, illetve a negyedik, ötödik, hatodik helyből is 5 darab. Elmondhatom, hogy bármely területén a versenyeknek jól teljesítettek a gyerekek. Ezt szeretném volna kérdezni, hogy gondolom, hogy ez egy szerteágazó kép, a művészettől elkezdve a matematikán, az irodalmon keresztül mindenféle területen jól teljesítettek. Nagyon jól teljesítettek, akár a humántárgyakat tekintjük, akár a reáltárgyakat. Matematikából úgy szoktuk mondani, hogy már tényezők vagyunk. Nincs az a matematika verseny, legyen a Zrínyi, legyen a Kalmár, legyen a Varga Tamás, nem beszélve a Bolyai versenyről, ami ugye csapatversenyben is és egyéniben is számít. Van a komplex matematikai verseny, az alapműveleti, így hívjuk egész konkrétan, és mindenhol a tanítványaink helyezéseket érnek el. Úgyhogy én a legnagyobb elismeréssel tudok szólni a kollégáknak és a gyerekeknek a munkájáról, és természetesen köszönet érte a szülőknek is, akik ebben a gyerekeket is és a pedagógusokat is támogatják, hogy ilyen szép eredmények születhessenek. De még egy dolgot kiemelnék, idegen nyelvből a most végzős nyolcadikosaink közül 8 főnek van középfokú nyelvvizsgája. Egy német és 7 angol középfokú nyelvvizsga. Amit minden bizonnyal nagyon jól fognak tudni kamatoztatni, hogyha tovább tanulnak. Említette az idegen nyelvet. Az idegen nyelv elsajátításának a legjobb módja az, hogyha idegen nyelvi környezetbe kerülnek a gyerekek. Erre is rengeteg lehetőség van a gyakorlóiskola keretein belül, hiszen számos olyan partner intézmény van, akikkel gyakorlatilag napi szintű kapcsolat van. De van egy nagyon-nagyon erős kapcsolatunk, akikkel minden évben meglátogatjuk egymást. Az idei évi kirándulásról egy kicsit pár szóban meséljen nekünk. Igen. Ez a kapcsolatunk, ez a kutna-horai testvériskolánkkal létesült. Igazából már 13 évvel ezelőtt, 2002-ben volt az első látogatás, amikor ők is eljöttek hozzánk, és mi is meglátogattuk őket. Ez már még tantestületi szinten is megvalósult, de olyan jól sikerült ez a kapcsolat, hogy ezt azóta is ápoljuk, és minden évben a mi gyerekeink, a mi tanítványaink is kiutazhatnak Kutna-Horába egy 4 napra, illetve ők is eljönnek hozzánk. A gyerekeket a családok látják vendégül, ez ilyen kölcsönösségi alapon megy rendszerint, hogy akinél vendég
vendég volt, az vendéget fogad, és természetesen ehhez is hozzájárulnak a szülők, azáltal, hogy végig vendégül látják a gyerekeket, az iskola a programokat biztosítja, és nagyon sok élmény, nagyon sok barátság, kapcsolat szövődött ennyi év alatt. Kutnahora egyébként Egernek a testvérvárosa, úgyhogy ilyen szempontból is jól teljesít az iskolánk. Említettünk már, elismerőleg szóltunk a kollégákról, a tanulók teljesítményéről, de szerintem mindenképpen fontos az, hogy a szülők támogató munkáját is megemlítsük, hiszen ezek az eredmények nyilvánvaló a lelkes pedagógusok mellett, ehhez szükséges a szülői támogatás is. Ez a fajta támogatás nagyon jól megnyilvánult az idei tanévben megrendezett jótékonysági bálon is. Így van. Az utóbbi években minden évben sikerül a szülőkkel együtt megszerveznünk ezt a jótékonysági bált. Ennek oroszlán részét természetesen a szülők teszik meg, hiszen ők bonyolítják le a bálhoz szükséges mindenféle szervezőmunkát, mi a helyet adjuk, illetve egy kis műsort a gyerekek készítenek, ahogy a szülőket szórakoztassuk. Ez az idén egy kicsit hosszúra is sikerült, de olyan nagyon sok mindent meg akartunk mutatni, hogy elhúzódott. A szülői közösséggel egyre jobb a kapcsolatunk, én azt látom, hogy ők nagyon partnerek és nagyon támogatnak bennünket, és hát ez a jótékonysági bálnak a bevétele, ez visszafordítódik a gyerekekre az utolsó fillérig. Most például a legutolsó akció, az körülbelül 2 hete, a szülői közösség arra is juttatott nekünk összeget, hogy a gyerekeknek a jutalomkönyvétnek a összegét felemelhessük többre, mint amennyit az iskola tudna adni. És ugye ezeket a jutalomkönyveket a nem sokára következő ballagáson a nagyon jól teljesítő tanulók megkaphatják. Hanem végül is még itt a sporteredményeket is el szeretném mondani, mert hogy őket is fogjuk jutalmazni, tehát az iskolának vannak a kiváló sportolói, és ebből is országos helyezéseink vannak. Ki kell emelnem a sakkozós kislányunkat, aki egy kiemelkedő tehetség, de atlétikából, röplabdából, hát a röplabdát sem szabad, hogy kihagyjam, hiszen most is a országos diákolimpián a 4. helyezést érték el, és hát úszásban is mindig tarolnak a tanítványaink, de a tájékozódási futásnak nagy hagyománya van, a természetjárásnak, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű az a munka, amit a kollégák és a gyerekek együtt elvégeznek, és sok élményhez jutnak általa, sok sikerhez. Reméljük, hogy a 2015-16-os tanév is hasonló sikerekkel telik majd a vakációra. Amennyi szünet lesz a pedagógusoknak, mert a téveszme az, hogy olyankor a pedagógusok felteszik a lábukat, de azért úgy gondolom, hogy meg tudnak erősíteni abban, hogy ez azért nem teljesen így van, hiszen a következő tanév előkészítése bizony már júliusba nyúlóan elkezdődik, úgyhogy a maradék kis szabad időhöz jó pihenést kívánok, és hasonló szép eredményeket. Remélem, hogy jövőre ugyanitt tudunk még hasonló jókról beszámolni. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük szépen. Nagyné Fóris Katalin igazgatóhelyettes asszony említette a jótékonyságot. Az Eszterházi Károly Főiskolával karöltve június 10-én szerveztünk egy jótékonysági rendezvényt a Heves megyei Gyermekvédelmi Központ égisze alatt nevelő szülőknél élő kisgyerekeknek. A rendezvényről most megnézhetnek velünk egy bejátszást. Tartsanak velünk. Csillogó tekintettel nézték a gyerekek a furfangos Paprika Jancsi történetét a Harlekin Báb Színházban. A vásári komédia egyszerű, de tanulságos története még a nagyobbacska fiatalokat is önfelett nevetésre késztette. A Heves megyei Gyermekvédelmi Központ lakóotthonaiban élő kicsiket második alkalommal látta vendégül az Eszterházi Károly Főiskola. Tavaly decemberben egy Mikulás napi ünnepséggel és a varázstorony csodáival lepték meg a gyerekeket. Ez alkalommal a Harlekin Báb Színház is csatlakozott a jótékonysági rendezvényhez. Mi minden ilyesmit támogatunk, tehát hátrányos helyzetű gyerekeket mindig szerettük volna, és idén egyébként nagyon sok ilyen karitatív megmozdulásunk volt, és ezért most itt az évad végén úgy éreztük, hogy akkor ezt még meg kell tennünk, és természetesen hozzájárulunk ezzel ahhoz, hogy ezek a gyerekek eljussanak Báb Színházba. Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy ez mindig egy nagy rácsodálkozás az élet rejtelmeire. Ez egy olyan előadás, amit bárki meg tud nézni egész picitől a nagyig, és különösen olyan, aki esetleg egy kicsit fejlődésben visszamaradt, annak is eléri az inger küszöbét, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Pont erről szól a bábozás. A bábozásnak a léte
az e belső kohéziója, ami kivetül belőle, az, hogy bábok életre kelnek, ez az ilyen gyerekeknek rendkívül fontos és izgalmas. Sok gyermek most járt először az Egri Báb Színházban, és nagyon élvezték az előadást. A színdarab megtekintését követően a szomszédos gyakorlóiskolába invitálta őket nagyné Fóris Katalin igazgatóhelyettes, ahol egy juniálissal kedveskedtek az intézmény testnevelői és a sporttudományi intézet dolgozói. A bemelegítés táncos zumbával kezdődött. Majd ezt követően több helyszínen próbálhatták ki ügyességüket, bátorságukat a gyerekek. A nevelő szülők szerint a fiatalok lételeme a mozgás, épp ezért kihasználnak minden lehetőséget. A főiskola felajánlását is örömmel vették. A legkedveltebb sporteszköz természetesen a trambulin volt, de kipróbálhatták a tekét és a páros tollas labdát is. Azok, akik kifáradtak a tornatermi programokban, az iskola hűs folyosóján vehettek részt kézműves foglalkozáson. A 4 éves Virág már ügyesen bánik az ollóval, és egy gyönyörű macifejes könyvjelzőt készített. Ez egy maci, utána lesz egy, most lesz egy muszi. És figyelj csak, azt meséld el nekem, hogy hogy tetszett a paprika, Jancsi? Nagyon tetszett. Mi tetszett benne? Hát nekem minden. A kulturális és sportprogramokat követően egy-egy fagylaltal hűsíthették le magukat. Az Eszterházi Károly Főiskola által szervezett jótékonysági juniálison közel 60 gyermek vett részt, akik Eger mellett Hevesről, Lőrinciből és Kisköréről érkeztek, és remélhetőleg maradandó élményekkel telve tértek haza. Ahogy azt már az elején is említettem, egy igen színes intézmény az Egri Eszterházi Károly gyakorló iskola, melynek égisze alatt 2013-tól már egy pedagógiai intézet is működik. Az elmúlt időszak eredményei már is jól látszanak, hiszen amellett, hogy egyre többen ismerik meg Heves megyében és a régióban is a pedagógiai intézet szolgáltatásait, a meghirdetett versenyeket az intézet elnyerte a kiváló akkreditált tehetség.pont címet. Beszélgető partnereim már itt ülnek a stúdióban, elsőként Pelbárt Zoltánné, szakmai igazgatóhelyettes szeretném megkérdezni erről a kitüntető címről. Mit akar ez egészen pontosan? Először is egy picit pontosítanék, tehát nem a pedagógiai intézet nyerte el a kiválóra minősített akkreditált tehetségpont címet, hanem az egész iskola, tehát maga az egész intézmény kapta ezt a címet, illetve hát a pont még nincs a folyamatnak a végén, tehát akik voltak bennünket minősíteni, nagyon elismerően nyilatkoztak rólunk, nagyon kiválónak tartották az összes folyamatot, ami nálunk zajlik, és biztattak bennünket. Egy felületen már ez látszik, hogy kiváló és előkészületben, tehát nagyon bízom benne, hogy valóban meg lesz a valóságos kinevezésünk is, és akkor majd mehetünk a díjat átvenni. És ez azon túl, hogy nyilvánvaló a kollégák munkájának egyfajta elismerését jelenti, milyen egyéb előnyökkel jár, vagy miért van erre szükség? Van egy ilyen fajta minősítés? Hogy... Hát ugye az egész országban nagyon sok tehetségpont van. Ezek a tehetségpontok a szunnyadó tehetségek felkutatására, gondozására hivatottak. Nagyon sok konferencia, különféle rendezvény van, ahol
találkoznak ezek a tehetségpontok, és tapasztalatot cserélhetnek egymással. És a jó között is a legjobbak közé sorolódtak. Igen, valószínűleg. Hát ennél följebb egyelőre nem lehet menni, úgyhogy egyelőre ez a maximum, amit el lehet érni ezen a területen. Azzal kapcsolatban azért nem mondtam teljes mértékben butaságot, úgyhogy nyilvánvalóan a pedagógiai intézetnek is feladata, az, hogy a tehetségeket a különböző versenyeken keresztül is akár minél inkább kibontakoztathassa. Ugye ez a tanév már egy jól működő pedagógiai intézetnek a lezárt tanévét mondhatjuk. Milyen versenyeket sikerült rendezni? Hát csak számszerűleg mondanám, hogy 16 versenyt rendeztünk az idén. Ebben nagyon sok olyan van, ami már hagyományosnak mondható. Hogy csak néhányat említsek, ezek közül regionális rajzversenyt rendeztek a kollégák, megyei helyesírási verseny volt, illetve levelezős történelem verseny, ahol 40 csapat vett részt, tehát tényleg nagyon színvonalas és nagyon nagy érdeklődésre számot tartó versenyek ezek, de ezen kívül informatika, angol nyelv, francia nyelv, és sorolhatnám végig, tehát tényleg nagyon sokféle területen mérték össze a tudásukat a diákok. És akkor, ha már a versenyekről említést tettünk, akkor ugyancsak szép számmal rendeztünk műhelyt, ez majdnem 20 volt ebben a tanévben. A műhelyeink azok több helyszínen zajlottak, volt olyan műhelyfoglalkozás, ahová hozzánk érkeztek a kollégák, és az iskolában rendeztük ezt meg, illetve volt olyan, ami úgymond kihelyezett műhelyfoglalkozás, ahol a kollégák mentek ki egy adott intézményhez, és ott szerveztek foglalkozásokat. Kooperativitás területén nagyon népszerű volt a preventív fejlesztéssel kapcsolatos műhelyfoglalkozás, illetve kicsit puskázom. Nyilván mérésértékelés, erre mindig nagyon kíváncsiak a kollégák, és ami érdekes módon nagyon népszerű, a számítógép kezelés kezdő szinten. Erre nagyon sok kollégát tudunk vonzani még a mai napig is. És akkor a műhelyek, illetve a versenyek mellett akkor beszélnék a többi egyéb, én azt gondolom, hogy komoly rendezvényünkről. Tartottunk egy szakmai napot az ifjúsági és gyermekszínjátszás megsegítésére. Volt egy konferenciám, amelyet az Eger és Eger környéki iskolák könyvtárosainak szerveztek a kollégák, és volt két nagyon népszerű szakmai délutánunk, az MMM, amiről ugye az iskola honlapján is lehetett olvasni, ez a Móricz mindenkinek másként, illetve a Montessori mindenkinek másként, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek még nagyon nívós rendezvényeink voltak. Ugye említette a kollégák igényeit, úgymond, az elért a megyében, illetve a régióban is elért pedagógus Igen. kollégák igényeit. Gondolom, hogy erre ez törekvés is a pedagógiai intézet részére, hogy minél inkább olyan műhelyeket szervezzenek, ami valós igényeket takar. A jövőre nézve vannak-e már elképzelések? Elképzelések is vannak, illetve ez tulajdonképpen feladatunk is, tehát a pedagógiai intézet, amikor a munkatervét készíti, ellentétesen ugye egy kicsit fél év eltolódással az iskolához képest, tehát nekünk februárban kell munkatervet készíteni. A munkaterv készítés mindig úgy zajlik, hogy előtte egy igényfelmérő lapot küldünk ki óvodáknak, iskoláknak, mindenkinek, és megkérdezzük őket, hogy milyen jellegű szolgáltatásra, mire lenne szükségük, mire várnak bennünket, és itt nem csak a műhely foglalkozások, hanem az egyéb más területek, amit ugye a tantárgy gondozással együtt el kell nekünk látnunk, és akkor itt említeném meg azt, hogy ugye itt azért nagyon nagy szerencsénk van, hiszen az intézményben 41 mesterpedagógus dolgozik, akiknek a munkájára bizton tudunk számítani. A 41 mesterpedagógusnak a fele szaktanácsadó, tehát így a tantárgygondozásnak a helyzete is úgymond megoldott. A tehetséggondozásról már rejtettünk pár szót, ami nyilván egyfajta közösségi szolgálat is a pedagógus részéről, de azért valljuk be őszintén, hogyha ez a fajta munka meg van támogatva némi pályázati segítséggel, akkor talán sokkal hatékonyabb, meg sokkal eredményesebb munka is születhet, és hát ebben sem volt hiány ebben a tanévben, hiszen a Nemzeti Tehetségprogram keretén belül elég sok jó eredményt ért el az iskola. Így van, tényleg sikeresnek mondhatjuk magunkat, hiszen 8 NTP-s pályázat volt az, amelynek a beadását, illetve az adminisztratív munkáját segítette a pedagógiai intézet.
és ez a 8 pályázat mind sikerrel zajlott. 3 fő területet említenék meg, az egyik a sport, ami azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos. Természettudományos területen sikerült 2 pályázattal eredményt elérnünk, illetve a többi része az pedig művészeti pályázat volt. Illetve még egy dolgot megemlítenék, ami szintén pályázattal kapcsolatos, ugyan nem a Nemzeti Tehetségprogram keretében, de ez is a jövőre vetít már, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy mi a jövő. Itt is igényfelméréssel kezdődött a dolog. A pedagógus továbbképzések területén szeretnénk megújulni, és a kollégák óriási munkával, a főiskolai módszertanos kollégákkal együtt 30 továbbképzést dolgoztak ki. Ezeknek a továbbképzéseknek jelenleg zajlik az akkreditációja. Egy nagyon komoly előzetes munka előzte meg ezt a folyamatot, tehát igényfelmérés történt, hiányterületeket kerestek, NAT-tal összevetették, tehát tényleg komoly munkát végeztek, és úgy néz ki, hogy ennek a 30 reméljük, hogy akkreditált továbbképzésnek közel a felét a pedagógiai intézet indítani is tudja majd a jövőben, és bízunk benne, hogy a kollégák érdeklődésére tarthatunk majd számot. Biztosan így lesz, erről meg majd gondolom, hogy a Pedagógiai Intézet honlapjáról bővebben tájékozódhatnak az érdeklődő kollégák. Művészeti tehetséggondozás segítő pályázatok. Itt van velünk a stúdióban Mátyás Ferencné Rök Mária, az Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. Nem véletlenül, hiszen az Alapfokú Művészeti Iskola 10 éve már jelentős része az Eszterházy Károly Gyakorló Iskolának, több mint 400 növendék tanul nap mint nap a műhelyekben, a táncórákon, a különféle foglalkozásokon, nagyon-nagyon szép eredményeket szerezve az intézménynek, öregvítve mindaz, ami mind a gyakorló iskola hírnevét. Arra szeretném kérni, hogy legyen kedves összefoglalni a legfontosabb eredményeket, amik a 2014-15-ös tanévet fémjelzik. A művészeti iskola célja a művészeti tehetségek felkarolása, megismerése, felkarolása és kibontakoztatása a tehetségüknek, tehát ebben mindenben segítjük őket. Műhely munka keretében, együtt alkotás, együtt dolgozás keretében történik mindez. Tehát ez a 420 növendékünk kifejezetten tehetséges és akar is kezdeni magával valamit. Mint ahogy igazgatóhelyettes asszony említette, néhány pályázatban sikeresen szerepeltünk, NTP-s pályázatban. Ez lehetővé tette, hogy anyag- és eszközparkunkat ki tudjuk bővíteni, olyan anyagokat, eszközöket juttassunk a növendékeink számára, amit egyébként nem nagyon tudnánk, tehát arra nem lenne lehetőségünk, vagy eljutottunk olyan helyekre, kirándulásokra, elvihettünk tehetséges növendékeket, amire egyébként nem nagyon lett volna mód. Folyamatban vannak ezek a pályázatok. 2 emelnék ki közülük, az 5 közül, ami a művészeti szakokat érinti. 2 emelnék ki, amelyek kifejezetten az AMIS, tehát a művészeti iskolás növendékek számára íródtak ki. Egy kis csoport tehetséggondozása tűzománc területén, illetve a másik pedig a fény szakrális szerepe a különböző művészeti ágakban. Itt elsősorban festészeti és grafikai alkotások születtek. Ezek az alkotások jelenleg is egy kiállítás formájában tekinthetőek meg a líceum épületének földszinti aulájában, ahol is több száz képet, grafikát, festményt, tűzzománcot, textilt, fotót állítottunk ki, amelyek egy válogatás tulajdonképpen a képzőművész növendékeink ezévi munkáiból. De eredményességüket a különböző pályázatokon, versenyeken való nagyon aktív részvétel, illetve előkelő helyezések sora bizonyítja. Itt én is puskázni fogok, hiszen 8 oldalon keresztül van sorolva az eredmény, nem fogom mindet felolvasni, csak néhány nagyon jelentőset szeretnék kiemelni. Szeptemberben, amivel kezdtünk, itt a képzőművész növendékeinknek szólt ez, a 9. országos középiskolás diáktárlat,
Hajdúszoboszlón, illetve Debrecenben voltak, kiállítva a munkáink, 18 növendékünk munkáját állították ki, külön díjat, első díjat és csoportdíjat hoztunk el erről a kiállításról. A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogellenes Iroda Legyen más a szenvedélyed országos pályázatán első helyet és külön díjat hoztak el növendékeink. Itt 5 tanulónk alkotásait állították ki. A Magyar Asztronautikai Társaság országos diákpályázatán 1. illetve 2. helyezést hoztak el növendékeink. Itt 8 növendékünk pályázott. A legrangosabb díjat az országos festészeti versenyen értünk el. Ez egy tanulmányi verseny, az EMI által meghirdetett tanulmányi verseny. Takács Leila Fanni országos 3. lett, de döntőben 4 növendékünk jutott, és az is fantasztikus eredmény, hiszen a korosztályuk területén az első 20-ban benne vannak. Pillanatnyilag a diákalkotók 6. országos tűzománc pályázatán 6 növendékünk munkái láthatók, külön díjjal jutalmazták alkotásaikat. A legsikeresebb művészeti águnk az a táncművészeti ág. Itt különösen a modern táncosok remekeltek. Először a Bercék Klára emlékversenyen az elsőnek induló kis csapatunk, őket most kezdtük versenyeztetni, első helyezést értek el, majd a felnőtt országos táncművészeti fesztiválon több első helyet, 2. helyet hoztak el Gulyik Judit tanítványai. Az MTS területi bajnokságáról első helyet tért vissza Jacsó Anna, Szabó Gabriella hanga dúója, őket azért említeném, mert Jacsó Anna, Molnár Zsófi elbúcsúzik tőlünk, hiszen tanulmányaikat befejezték, és a felsőoktatásban tanulnak tovább, de arany minősítést kaptak formációban növendékeink, több 2. helyet hoztak el, illetve itt az országos tanulmányi verseny modern táncból volt, Pécsett volt, 2 első helyjel, 1. helyjel tértek vissza, illetve még a duónk és szólónk és tulajdonképpen tehát első helyjel taroltak. Így van. Bele is zavarodtam itt gyorsan felsorolni őket. A Miénk a tér helyi művészeti fesztiválon számtalan első, második, harmadik helyjel tértek vissza. És hát nem sokára szép eredményeket tovább szereztek a csicsergősök, ugye? Illetve a néptáncosaink is. Igen, elő is veszem az ő papírjukat. Ők a Mácz László emlékverseny néptánc kategóriájában, illetve ének kategóriájában indultak. 2 első helyjel, 2 második és 1 harmadik helyjel tértek vissza. A népzenei együttesek országos minősítésén aranyfokozatot, illetve aranypávadíjat nyertek el. Az énekes és hangszeres szólisták országos minősítésén aranyfokozattal jöttek vissza. Illetve a Vécsei Vásárhelyi Országos Néptánc és Népdaléneklési Versenyen 2. helyjel végeztek. Míg amit szeretnék megemlíteni, nagyon-nagyon szurkolunk nekik, hiszen az új aranypáva versenyen is tovább jutottak, és szurkolunk, hogy bejussanak a következő fordulóba, hiszen pontszámaik erre predesztinálják őket. A zenészeinknél szeretném még kiemelni, hiszen itt az ország nagyon sok zeneiskolájával versenyzünk ez ügyben. Növendékeink a Kistérségi Zongora Fesztiválról hoztak 2 első helyet, 1 harmadik helyet, illetve az országos magánéneklési versenyről, Balassagyarmatról 1 növendékünk külön díjjal tért vissza. Tehát amint lehet, és
mindenhol pályázunk és indítjuk növendékeinket, megpróbáljuk ezáltal is sikerélményhez juttatni őket. Szeretném még kiemelni az évvégi vizsgáink sorát, hiszen gyakorlatilag június elejétől folyamatosan vizsgázunk, úgyhogy megnyilvánulnak növendékeink a szülők előtt, illetve városunk előtt. Itt szeretném kiemelni és megköszönni anyaintézményünknek, az Eszterházi Főiskolának, hiszen helyet biztosítottak a zongora koncertnek, illetve a magánénekeseink vizsgájának. Itt az énekzene tanszék segítségét köszönöm, különösen az aulában látható a képzőművészek kiállítása, és szombaton, 6-án volt, június 6-án a táncosaink gála műsora, vizsga műsora, tulajdonképpen a Gárdonyi Géza színházban egy fergeteges előadást tanulni lehettünk. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és összességében elmondhatom, hogy mindannyian és minden tanulónkra büszkék vagyunk, mert fantasztikus munkát is végeztek, illetve a jutalma megvan a munkájuknak, hiszen nagyon szép eredményeket hoztak. Hát ahogy ön is említette, gyakorlatilag nincsen olyan tanszak, ahol nincsen országos helyezés, igen. És ugye a táncosok Európa-bajnokságra is készülnek, úgyhogy ebből a szempontból is szorítunk nekik, meg nagyon bízunk abban, hogy az elmúlt két évhez hasonlóan az alapfokú művészeti iskola idén is el tudja nyerni a legjobb alapfokú művészeti iskolának járó serleget, talán ezek az eredmények elegendőek is lesznek ehhez valószínűleg. Hát reménykedünk benne, ez a napokban fog kiderülni. Annál is inkább reménykedünk benne, mert az utóbbi két évben mi nyertük el ezt a megyei serleget. Ha sikerülne az idén is, akkor a miénk lehetne ez a serleg, és nagyon-nagyon várjuk ezt a napot. Perbárd Zoltánné, Mátyás Ferencné, köszönöm szépen a beszélgetést. Önöket pedig, kedves nézőim, arra biztatom, hogy a Líceum aulájában valóban szálljanak egy kis időt, és tekintsék meg a tehetséges növendékek munkáját, és ahogy azt az AMI vezetője Mátyás Ferencné említette, június 6-án egy frenetikus gálának lehettek szemtanúi azok, akik ellátogattak a Gárdonyi Géza Színházba. Teltház volt, aki nem fért be, az most egy pici ízelítőt kaphat itt az Eszterházi körképben a gála műsorból, és a továbbiakban a Líceum Televízió műsorán a teljes műsort is megnézhetik, most nézzenek meg egy produkciót velünk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük. Köszönjük szépen. Thank you.
Kedves nézőink, ezzel véget ért az Eszterházi Körkép második évada. A nyár folyamán az Eszterházi Krónika című körképből tájékozódhatnak a főiskola legfőbb történéseiről. Kolléganőmmel szeptembertől várjuk vissza Önöket. Én a nyár folyamára kellemes kikapcsolódást, jó élményeket kívánok a magam és kollégáim nevében. Ha tehetik, kísérjék figyelemmel a Lícom Televízió adását YouTube csatornánkon vagy megújult Facebook oldalunkon is. Várom vissza Önöket, viszontlátásra!